A fészek átkötő sál, amivel ha felülről átkötjük a fészket és picit szorosabbra vesszük, olyan élmény nyújt a babafészekkel együtt, mintha édesanyák karjaiba tartaná a babáját. Így néz ki egy babafészek, majd a lélegeztetőgéphez tervezett sapka. 50 ilyen szettet adományozott az alapítvány az alapítványokért szervezett a Tolna megyei Balassa János Kórháznak. A szétszedhető textil eszközök az anyaméhen belüli körülményekre emlékeztető érzést teremtik meg, továbbá védelmet és biztonságot nyújtanak az inkubátoros kezelésre, gondozásra szoruló koraszülötteknek. Nagyon nagy köszönettel tartozom a közösségnek, hogy ilyen sok kávé árával segítettek, hogy ma ez a 1,5 millió forintos adomány összejöjjön, úgyhogy nagy öröm a szívemnek, hiszen most már tudom, hogy közelítünk a sok pici hős szívéhez ezzel a kis adománnyal. Szétszedhető és egy mozdulattal használható babafészkeket, amivel ugyanúgy az inkubátornak a kis tartozékai meg a lélegeztető gépcsövecskéi beleférnek, úgyhogy mindent a baba igényére terveztünk. 1 kg 27-tel született gyermekem 27 évvel ezelőtt ikerterhességből, és ma lenne egy 27 éves fiam is. Én úgy gondoltam, hogy akkor, ha neki nem sikerült, akkor minimum 100 000 koraszülött babának szeretnék segíteni az országba, így összefogtam egy kis közösséget. Plüss licitek, plüss adományok, pénzadományokból mindig kampányokat indítok, és szerencsére sok elkötelezett ember van, és tudjuk, hogy ugye évente 10 000 koraszülött, illetve minden tizedik családot érintő probléma ez a koraszülés. A babák nyugtalanok, hiszen volt egy példa, hogy egy kórházba iker baba született, és az egyik a budapesti SOTE 2-esen az ikerbabák ott voltak, de az egyik babát el kellett szállítani egy másik kórházba, és apuka felhívott, hogy annyira jó, hogy ilyen babafészkekben volt az ő ikerbabájuk, és olyan nyugodt volt, és most körbeforogja az inkubátort, hogy azonnal biztosítsunk, akkor még webshopunk se volt, és azt se tudtuk, hogy kezeljük, hiszen mi mondtuk, hogy csak kórházaknak gyártunk, és hogy kórházaknak készülünk adományként adni, nem tudtuk, hogy kezeljük, és apuka kikönyörögte, hogy akkor adjunk neki, mert hogy akkor a babája megnyugszik. És most a többi koraszülött kisbabát szeretnék megnyugtatni. A 1,5 millió forint értékű adomány nagy részét, mintegy 1 millió forintot egy paksi motoros egyesület gyűjtötte össze különböző módokon, és az is nekik köszönhető, hogy a Szexárdi kórházba ilyen hamar eljutott az adomány. A Nyílka Ildikóval találkoztam egy licitáláson, én licitáltam egy plusz ajándékért, és ott találkoztam Budapesten, és olyan jól összejöttünk, hogy úgy gondoltam, hogy felajánlottam neki, hogy segítek, hogy ide Szexárdra is eljusson ez a plusz komondó, ez az adomány. Körülöttünk élő lakosságnak a nagy támogatását élvezhetjük, és egyre másra érkeznek a felajánlások, és most ezúton mindenkinek van lehetősége megköszönni. A legutóbbi kezdeményezés és adományunk ez a babafészek csomag, amit az imént vettünk át, és ennek kapcsán nekem három dolog jutott eszembe. Az ötletesség, a gondoskodás és a szeretet. A Szexárdi kórházban jelenleg 3 koraszülött babát ápolnak. Súlyuk 1500-2000 gram között mozog, mondta Varga Imre, az ellátásukért felelős neonatológus. Azt tapasztaljuk, hogy ugye azért most nagyon jól fejlődik a koraszülött ellátás országosan, és már ugye a gondozási rész is elég erőteljesen fejlődik, és ezáltal ugye próbáljuk a koraszüléseket csökkenteni országos szinten, de még mindig nagy arányban vannak jelen, és ugye ezért ezek a babafészkek zömében a kisebb súlyú 2000 gram alatti babáknál nagyon-nagyon hasznos eszköz. Nagyobb babák is nagyon szeretik egyébként használni, tehát ilyen 3500-3000 gram körüli babák is előszeretettel nyugodtan tudnak aludni egy ilyen babafészekbe, úgyhogy igazából nincs súlyhatára. Mi általában mindenki, aki inkubátorban van, vagy valamennyi időt eltölt, ez általában ilyen 7 és 10 nap közötti időszak szokott lenni. Korababáknál hosszabb, tehát ott
általában ilyen 2,5-3 hét is előfordul, hogy inkubátorban vannak. Amíg inkubátorban vannak, addig ezeket a fészkeket szoktuk náluk használni. Illetve hát előfordul, hogy kiságyban is, hogyha úgy van, akkor még folytatjuk tovább ezeket a fészek használatokat. Sokkal nyugodtabbak. Ugye a babákat általában az első 3-4 napban monitorizáljuk, ugye itt nézzük a pulzusukat, vérnyomásukat, és azt látjuk, hogy a fészek alkalmazása mellett ezek az úgynevezett élettani paraméterek is teljesen normál tartományban vannak, sokkal nyugodtabbak, nem sírnak többet, nagyon kényelmesen tudnak aludni, és ugye amit az Ildikó is említett a riportban, hogy ugye nagyon mozgékonyak ezek a pici babák, és ugye ezek a fészkek, ezek egy ilyen nagyon kellemes nyugodtságot tudnak biztosítani, ami ebbe a kényelmetlen elmozdulásba meggátolja őket, és egy ilyen kellemes komfortérzetet teremtenek gyakorlatilag az inkubátor térben. Az átadón Ács Rezső Szekszárd polgármestere is részt vett. Ő azt mondta, példaértékű ez a kezdeményezés, amit fontosnak tart és támogat a város vezetése is. Büszkék arra, mennyi segíteni akaró civil támogatja a városban működő intézményeket. Az alapítvány kuratóriumának elnökének az a célja, hogy az ország összes mintegy 29 koraszülöttek ellátását segítő kórházba jusson, ezekből a szociális egészségügyi szakemberekkel közösen fejlesztett textileszközökből. Eddig több mint 22,5 millió forint értékű eszközt adtak át a kórházaknak. A Szekszárdi Kórház a 19. intézmény, amelyik részesült ebből az adományból. A következő átadás Pécsen lesz.